Nóta szóval és versekkel köszöntötték egymást az idősek világnapja alkalmából a Varró utcai idős otthon lakói. Néhányan az énekkarral közösen énekelték az ismert melódiákat. Ilyenkor közösen készülünk az idősek bevonásával együtt. A mentálhigiénés kollégák ilyenkor verseket, énekeket tanítanak be a lakók számára, és ők ezzel a kis műsorral fognak itt ennek a közösségnek kedveskedni. Az idősek világnapja 1991 óta az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése által hivatalosan is elismert világnap. Karcagon a kezdetek óta, vagyis immár 33. éve köszöntik a szépkorúakat a világnap alkalmából. Mivel bentlakásos intézmény vagyunk, nagyon sok idős ember ebben az előregerő társadalomban már sokszor egyedül vagy más idős társával él együtt, és igazából ahogy az idő múlik, az egészségi állapotuk romlik nekik, és itt jövünk mi a képbe, amikor már segítségre szorulnak, és a bentlakásos intézménynek ezt a formáját választják. Itt mi minden nap azért dolgozunk, hogy a méltóság teljes öregkorhoz járuljunk hozzá a mindennapokban. Nagyon fontos számunkra, hogy megköszönjük az időseknek azt a munkát, szeretetet, mindent, amit ők mifelénk nyújtottak, támogattak, hiszen a mi jelenünk őtőlük függött. Bár egyáltalán nem példátlan, de az időskornak nem feltétlenül kell az elesettséget, magányt jelenteni. A Karcag városában két telephelyen működő idős ellátásban dolgozók éppen abban nyújtanak segítséget, amire a bentlakó szépkorúaknak leginkább szükségük van.